News. Engedélyként vezeti, az engedetlent rángatja a sors, oly nehéz megfelelni a rendben, ami túl szép is csak torz. Ez az Úrfi, ez egy szóló projektből indult ki az enyémből, aminek az elsődleges célja az az volt, hogy így a bennem lévő feszültségeket kiventiláljam. Ezerszer hallott hangot, húr ezerszer látott képek, szintelen olvadok bennetek. Különösebb stílusbeli megkötések azok nem is voltak benne, mert az elsődleges szempont mindig az üzenet volt, és mind a hangszerelés, mind a szöveg az mindig ezt volt hivatott alátámasztani. Szakmám szerint árdirektor vagyok és rendező, és nagyon sokszor kielégítettem másoknak az ízlését ilyen szempontból, és végre akartam csinálni valamit, ami engem tükröz. Ennek kapcsán így a semmiből így mellém kerültek ilyen nagyszerű és iszonyatosan izgalmas emberek, akik ugyanúgy megtalálták magukat ezekben a szövegekben és tartalmakban. A legfrissebb ilyen változás, hogy az Úrfi zenekarban van egy lányunk, Juli, aki nagyon izgalmas energiákat hozott így a zenekar életébe az elmúlt egy évben. Alapvetően nagyon intim témákat dolgoznak fel a dalok, nagyon személyes témákat dolgoznak fel, és az az egészben a csodálatos és nagyon-nagyon szerencsés, hogy olyan embereket találtam, akik megtalálják magukat ezekben a témákban, és hál' Istennek olyan kapcsolatot alakítottunk ki, annyira családias lett a légkör, hogy amit ők bele tudnak tenni, ez egy olyan része, amit én örömmel fogadok, hiszen olyan személyektől érkezik, akik tudom, hogy értik, hogy mi van bennem, értenek engem is, és tudják szolgálni ezt a víziót. Szeretem azt, amikor ha van egy ilyen központi gondolat, akkor az nagyon más szemszögekből is körül van járva, és így lehet az egyébként, hogy itt is ezen az albumon is, meg úgy, mint az előzőn is lesz egy ilyen kétrészes dal. Ez arra hivatott, hogy az albumnak így az alapvető koncepcióját, a gondolatát felvezesse. Ez az album, ez arról fog szólni, hogy ha az ember őszinte önvizsgálatot tart, és megtalálja magában a rossz dolgokat, traumákat, frusztrációkat, stb., akkor személy szerint én, nekem volt egy olyan megélésem, hogy hajlamos vagyok ezeket túl romantizálni. Hogyha úgy a legkönnyebb foglalkozni velük, hogyha megpróbálom valamilyen fura szépséggel felruházni őket, mostanában felnőttebb fejjel kellett rájönnöm, hogy ez egészségtelen, és hogy ezeket nem széppé kell tenni, hanem ezeket a helyén kell kezelni, meg kell érteni, és tudni kell őket feldolgozni, beszélni róla, stb.